Köszöntöm a kedves nézőket immáron itt a háttérben, és a háttér első témája pedig Gyöngyúk és Szociális Szövetkezet. Beszéltünk már erről a témáról nem egyszer, sőt a helyszínen készült képeinket is láthatták az elmúlt hónapokban. Hát egy nagy vállalkozás indult el nemrégiben, amit úgy hívnak, hogy Ceglédi Mindennapi Kenyerünk Szociális Szövetkezet. Az elnökkel, Sipos Mihállyal és a felügyelőbizottság elnökével, Ecseri Ferenccel már beszélgettünk, és ezt tesszük a következő percekben is. Szervusztok! Köszönjük a hallgatót, szervusz! Hogy vannak a madárkák odakint? Köszönjük, nagyon élvezik ezt a jó, kellemes tavaszi időt, sőt, elkészültek a házikójaik is, amit ugye egy helyi szakképzőiskola diákjai, ács tanulói készítettek, és hát szinte ember számára is lakható lenne, olyan gyönyörű három darab faházról van szó. És ők azonnal be is lakták. Azonnal be is költöztek, igen, döbbenet volt, már első éjszaka ott aludtak benn, sőt, elkezdtek oda tojni is, és már ott tartunk, hogy 82 tojás volt a tegnapi nap, reméljük, hogy ma még egy pár darabbal több lesz. Ha valaki lemaradt volna a történet elejéről, azért tudjuk, el tudjuk neki gyorsan mondani, hogy miről is van szó. Ugye magyar parlagi gyöngytyúkok kerültek ide a Szociális Szövetkezet kialakított kis terepére. Mikor is volt a megnyitó? Igazándiból megnyitóról még nem is beszéltünk. A megnyitó... Amikor érkeztek a madarakra. Amikor érkeztek, hát ez bő egy hónapja környékén lehetett. Egészen pontosan ez egy tanyapályázat révén nyert összegből gazdálkodunk, amit az önkormányzat részére mi írtunk meg, és mi is mentorálunk végig. Azt a Földművelőségi Minisztérium írta ki tavaly, az ötös célterületre egy egyedi elbírálású kérelem volt, amiben volt szerencsénk nekünk a legnagyobb pénzösszeget megnyerni Ceglédként, aminek nagyon örülünk, még Új Szilvás is csak 10 milliót nyert ezzel. Emellett persze őket is meglátogatjuk, és nagyon jó a feladat, amivel őshonos törzsállományt kell létrehozni, és a szaporulatát ból pedig kihelyezni arra rászoruló családokra mentorálással kísérve, ami azt jelenti, hogy végig kell kísérni a folyamatot, hogy ők hogyan is fogják felnevelni. Ebben mi a telepet alakítottuk ki ebből a pénzből, ehhez hamarosan megérkeznek a keltetők. A nagyon nagy segítséget még egyszer meg kell mondanunk a BEM szakiskolából, az ács tanulók és az ő szakoktatójuk, nevezik is nevén Tóth Ferenc úrnak, az áldozatos és nagyon szép munkája. Bár a vicces az, hogy ők köszönték meg, hogy kint dolgozhatnak, mert hogy a szegény szakiskolás tanulók sok esetben nem tudnak olyan munkát végezni az ő tanműhelyeikben, amiket szeretnének. Hát tudjuk nagyon jó, hogy forráshiányon küzdenek az iskolák egy része, meg ez egy álomszerű környezetben kellett nekik dolgozni. Hát szép egyébként, valóban, tehát nem csodálom, hogy a gyöngytyúkok is jól érzik magukat. Jó, és a tanulók is. A területen, a szép is, jó is, meg hát ők meg olyan munkát végezhettek végre, aminek kézzelfogható haszna van, tehát nem csak gyakorlásképpen. Így van, így van. Ugye? Tehát így tartunk most jelen pillanatban, és most már azon dolgozunk, hogy milyen alapelvek mentén tudjuk majd kihelyezni, és kikhez ezeket a gyöngytyú csibéket. Körülbelül a mostani információ szerint másodikán, ha jól emlékszem, fogják beüzemelni a keltetőket, és onnantól kezdve megindul a keltetés. Azért nekünk arra ügyelni kell, hogy ez a program önfenntartó legyen, tehát nem az összes egyed lesz kihelyezésre helyeztéve. Miért is? Mert hogy most első évre megvan az összes forrás, a következő évre azért takarmány kell ezeknek a jószágoknak, és ember, aki majd dolgozik velük. Na, erről beszéljünk akkor, emberek. Hiszen egy szövetkezetben dolgozni szoktak az emberek, általában jobb esetben legalábbis. Igen. Éppen ma hallottunk egy anyagot az országos sajtóban is a szociális szövetkezetekről, és mintha jó irányba mozdultak volna el országszerte. Hát voltak negatív példák azért az elmúlt esztendőkben, de most már azért talán jó felé fordul, hát ennek élharcosai ti is vagytok. Hogyan lehet foglalkoztatni embereket? Milyen formában juthatnak jövedelemhez? Ha már a munkáról van szó, akkor a szociális szövetkezetünknél mindenki dolgozik, úgymond apraja nagyja. Ott van a Gyöngytyúk telepen és oszlopotás, ugye azt elmondhatjuk, hogy közfoglalkoztatott, ott egyetlen egy oszlopot nem ásott le, azt mi hárman végeztük ki a Griádámmal kiegészítve, illetve vannak tagjaink, akik tagi munkát végeznek a szövetkezetbe, és hála Istennek nagy nehezen és hatalmas nagy szembeszél ellenére, de összejött, hogy három közfoglalkoztatott dolgozik állandó jelleggel a telepen, és közöttük van például szakirányú végzettséggel rendelkező keltetésvezető is. Okay. Ők minden nap a 8 órás munkaidejüket ott töltik le.
ellátják ezeket a tenyészállatokat, ezentúl gyűjtik és válogatják a szaporítóanyagot, üzemeltetik a keltető, illetve a bújtatógépet, és részt vesznek a programnak a lebonyolításába, akár a mentorálásra gondolunk, akár ezeknek az őshonos állatfajtáknak a megismertetésére. Tehát elég széles spektrumú munkakörű leírások van. És azt jelenti, hogy mondjuk iskolások jönnek oda, vagy? Igen, és már volt is rá példa, hogy vendégeink voltak iskolások, már két alkalommal is, egy kis tantermet alakítottunk ki, ahol van külön mellékhelység, kézmosó, amit külön lehet fűteni a hidegebb napokon is, és ott ilyen körbeülő jelleggel lehet a gyerekeknek tartani akár egy komolyabb állattenyésztés órát, de akár csak egyszerű állatokkal való ismerkedésről is egy ismeret. Környezetismeretet mondjuk. Kvázi. Igen. Szóval azért volt egy kis ellenszél, mint mondtátok. Hát nyilván hivatal, meg papírok, meg stb. Ezeken azért túl kellett esnetek. Most van elég ember, aki dolgozzon? Jelen pillanatban a projektben van elég ember. Itt nehéz, ugye most miről is beszél az ember, hogy ellenszél, nem ellenszél. A hivatalok mindig túlbiztosítással dolgoznak, ugye nagyon féltik ők az állásukat, és nem szeretnének hibázni semmiképpen sem. A problémát általában az okozza, és többször ebben mi belefutottunk, hogy agrármérnökként nekünk jogi paragrafusokat kell magyarázni, és nem akarják megérteni. Nem minden hivatal ilyen, mert pont most épp a földhivatalnál voltam, vagy az építési hatóságnál például Ceglédre, a lehető legnagyobb segítőkészséget tették meg ezek az emberek. Természetesen a szabályok betartása mellett. Nem, tehát sohasem kérünk olyat, amit szabályellenes lenne. Inkább a hozzáállással van baj néhány esetben, mert nem megoldani akarja a problémát, hanem inkább elfelejteni, eltemetni. De végül is, és ebben nagy szerepe volt egyébként az önkormányzatnál az egyik munkaügyisnek, és két jogász segítőnek, hogy át tudták segíteni ezt. De jelen pillanatban valamiért a közfoglalkoztatással foglalkozó ügyosztályok azt, hogy szociális szövetkezet foglalkoztasson a törvényben leírtatnak, ezt jelen pillanatban valahogy nem akarja keresztül engedni tökéletes módon, érthetetlen módon. De mi kérjük az állásfoglalásokat, és ezzel a törvényben egyébként leírt lehetőség. De nem abban az esetben, hogyha valami nagyobb pénzügyi manővert téve az ember termelést végezne. Itt most egy olyan programról beszélünk, ami szociális program. Ehhez mindenképpen alkalmas lenne. De ezen túljutottunk, az önkormányzat alkalmazásában ott van három nagyon jó és alkalmas közfoglalkoztatott, ezt meg tudjuk tenni. De a jövőbeli tervekhez minden bizonnyal kevés lesz az ember, de mi nem közfoglalkoztatottakba gondolkodunk ezekhez a programokhoz. Ez jelen nem pillanatban a forrás, ez a cél, hogy visszavezessük. Szalad az időnk rettentően. Kihelyezés, mikor indulhat meg egyébként a kihelyezés, és milyen? Ha minden jön meg, akkor június elején ez elkezdődik. Már kezditek tapogatni a környéket? Mert 15-20 családot szeretnénk megkeresni, akik ebből a gyöngytyúkból kapnak, akár 50 egyedet is. Kizárólag napos gyöngytyúkot fogunk kihelyezni. Több csoport, illetve több szekció van, amiben lehet jelentkezni ezekre az állatokra. Az egyetlen és legfontosabb dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy ők nem vághatók le, illetve nem értékesíthetőek tovább a mi olvasatunkban következő év december 31-ig. Viszont a tojás vagy a szaporulat a szabadon felhasználható minden egyes mentoráltan kihelyezett gyöngytyúknál. Amit még nagyon fontos kiemelni, hogy szeretnénk érdekeltté tenni, nyitott szívűvé azokat az embereket, akik ebbe a programba részt vesznek, hiszen neki célja, hogy ezek az állatok egészségesen nőjenek fel, és minél előbb elkezdenek tojni, illetve minél többet tojanak, hiszen neki kapásból a tojás lesz az első terméke, ezért ezekhez szükséges minimális szabályt a szerződésbe, a mentorási szerződésbe le fogunk fektetni. Takarmánnyal kapcsolatba, tartási helyjel kapcsolatba, tehát egy betonolba vagy istálóba nem is fogunk adni. De hát nagyon helyen azért valószínűleg lesznek olyan területek, ahol a szép normális körülmények között tarthatók majd a gyöngytyúkok. Hát ennyi fért most ebbe a beszélgetésbe, de mivel közeleg a kihelyezés időpontja is, szerintem rövidesen fogunk majd találkozni, mert ez egy látványos dolog is lesz.
Én azt hiszem, úgyhogy szerintem arról mindenképpen be fogunk számolni. Igen, illetve amikor az első állatok elkezdenek kelni, akkor igen, szeretettel várunk titeket. Szépen, kamerákkal, és akkor megmutathatjuk, megmutathatjuk, hogy a bújtatógép hogy működik, jó, illetve hogy lesz a tojásból kis csirke. Jó, köszönjük előre is, szerintem ott leszünk mindenképpen. Na hát akkor ennyit most, és akkor legközelebb találkozunk, akkor már újabb fejleményekről tudunk beszámolni. Jó munkát nektek! Köszönjük szépen! Köszönjük!